Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. február 13-án hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát! Valentin napi különlegességek a kacatáriumban. Valentin napi virágok. Valentin napi játék. Úszóedzések az Invictusnál. A Valentin nap a 90-es évektől vált ismertté és népszerűvé, amelyet főként a szerelmesek ünnepeként tartják számon. Ezen a napon a szerelmesek apró ajándékokkal lepik meg egymást. A részletekről Fekécs Krisztina nyilatkozott. Közeleg a Valentin nap, és itt a kacatáriumban is rengeteg dekorációt találhatunk ezzel kapcsolatban. Mit tudhatunk a Valentin napról? Mik találhatóak meg itt nálad? Természetesen alapanyagok, ügyeskező lányoknak és ügyeskező férfiaknak, hogy ajándékokat készítsenek el, és készítettem olyanok a késztermékeket, az örök kedvenc a kulcstartó. Most készültek szívek, amiben csokoládé van, vannak kis figurák, amiket bele lehet illeszteni valamiben, vagy csak magában adhatók. Szerelmes gyertyák készültek, isteni illatokkal, illetve szójaviaszok. Melyek azok a termékek, amelyeket leginkább visznek ebből az alkalomból? Hát a kulcstartó, illetve egyedi dekorokat szoktak kérni, vagy egyedi ajándékokat, amiben mondjuk saját fénykép van, bögrére nyomtatva, vagy párnahuzantra nyomtatva, vagy kis képűvel szíveket elkészítve. Az itt megtalálható alapanyagokból milyen egyedi dekorációkat készíthetünk Valentin napra? Amit ma raktam pont ki, ez a fémpálcán álló szív, amit ugye minden évszaknak vagy minden alkalomnak megfelelően lehet dekorálni. Ugye megvannak a rattanszívek, amiket rá lehet rakni, ugyanúgy virágok vannak, amivel kiegészíteni lehet virágfejekkel, és a fantázia szab határt kizárólag. Rengeteg szív alakú papírdoboz van, amit megtölthetünk bármivel, virágokkal, csokoládéval, vagy ha férfiaknak szeretnénk átadni akár kis alkoholos termékekkel, amit máshol kell beszerezni, de itt magát az alapanyagot, amiben össze lehet rakni, azt mindent megtalál hozzá, aki azt szeretné. Elterjedt hagyomány már, hogy Valentin napján a férfiak meglepik a párjukat egy-egy szál virággal. A részletekről Pályi Mihály virágkötő nyilatkozott televíziónknak. Hamarosan itt van a Valentin nap, ugye már nagyon sokan várják, és nagyon sokan szeretik meglepni a párjukat egy-egy szál virággal, vagy csokoládéval esetleg. Mit tudhatunk, melyik a legjellemzőbb virág ezen a napon? A Valentin nap legtradicionálisabb virága a vörös rózsa, ami ugye évtizedekre visszamenőleg meg külföldről bejött ez az ünnep. Vörös rózsát adtak a szerelmesek egymásnak, ez oda visszajátszik, tehát a hölgy is adhat a férfinek egy szál vörös rózsát. De kis tavaszi virágokkal is meglephetjük a kedvesünket, a tavaszi hagymás növények közé, a tulipán, a jácint, esetleg a krókuszok is már üzletekbe kerültek, jönnek nem sok a primulák is. Tehát nem föltétlenül csak vágott virágokba lehet gondolkozni, hanem a tavaszi hagymás növényekbe, de ugyanúgy tavaszi vágott növényekből is lehet csokrot készítetni. Hogyha valaki különlegesebb ajándékra gondolt, mint nem például egy szál rózsa, vagy pedig egy virágcsokor, hanem valami kreatívabbra, hogy oldod ezt meg? De nagyon sokan szeretik a boxokat, és abba is fogok készíteni, mert szeretnék előre dolgozni majd egy picikét, és a vásárlóknak legyen választék, tudjanak miből válogatni. Természetesen, hogyha valakinek nagyon valami egyedi kérése van, azt csak megrendelésre szoktam készíteni. A vörös rózsa mellett ugye a vörös árnyalat nagyon komponál ezen a napon, de melyek azok a színek, amik még szóba jöhetnek? Hát ide sorolhatjuk a rózsaszínt, a pinket, a sötét bordó színeket, tehát ezeknek a színeknek a hangulatát, hogyha levezetjük a színkörbe, akkor nagyon sok kellemes hangulatot tudunk összehozni, de természetesen visszatérvén a tavaszi virágokra, hogyha egy színes kis tarka, frézia, tulipán, jácincsokrot köttetnek a kedves vásárlók, az is nagyon hangulatos tud lenni, és még illatos is. Van-e olyan virág, amit nem ajánlott ezen a napon ajándékozni?
Hát szúrós virágot nem igaz a rózsa tüskés, de hát ugye a tüskét eltávolítjuk. Kaktusz például nem igazán szoktak ajándékozni. Itt minden esetben ugye a jelképesen tényleg az egyszál rózsa, vagy egy kis tavaszi csokor, itt visszatérve megint ugye a tulipánra, hiacintra, boglárkára, nagyon kedves a boglárka, egy kis egy szálból, vagy egy háromszálas kis csokorból is nagyon kedves, hangulatos ajándékot, virágajándékot tudunk Valentin napra ajándékozni. A közösségi ház Valentin nap alkalmából egy játékra invitálja a lakosságot, amelynek részleteiről Bodor Márta művelődés szervező nyilatkozott. A Mezőtúri Közösségi Ház az idei évben is szervez a Valentin napja alkalmából egy különleges eseményt, programot. Mit tudhatunk ennek a részleteiről, mivel készültök a szerelmesek számára? A tavalyi évben úgy gondoltuk, hogy a Valentin nap mellett sem szeretnénk elmenni, és bármire korábbi években online igyekeztünk a szerelmesekkel együtt ünnepelni, tavaly fogalmazódott meg a gondolat, illetve annak a lehetősége, hogy mondjuk nálunk is ápoljuk ezt a Firenzéből jött hagyományt, hogy a szerelmet, az örök szerelmet lelakatoljuk. Épp ezért kollégám készített egy szívet, amely a közösségéhez elé került kihelyezésre, és erre vártuk már a tavalyi évben is a lakatokat. Természetesen nem csak Valentin napkor várjuk ezeket a lakatokat, hanem az év bármely napján ott ki tudják lakatolni a szerelmüket jelképező lakatokat. Viszont most ugye Valentin nap közeledik, és úgy gondoltuk, hogy ismét felhívjuk erre a lehetőségre a figyelmet. Bár ez az ünnep is, ez a szerelem ünnepe, egy angol száz ünnep. Sokan ugye óckodnak ettől is, hogy nem csak egy napon kell a szerelmet ünnepelni. Mi ezt természetesen elfogadjuk, és kívánjuk is, hogy mindenkinek minden nap legyen Valentin nap. Viszont úgy gondoltuk, hogy mégis, mint egy kicsit a szülinap is, a Valentin nap is ünneplésre ad okot, és megkértük a szerelmeseket, hogy jöjjenek el ide a lakatunkhoz, vagy a szívünkhöz, és tegyenek fel egy lakatot. Ezt a lakatot fotózzák le, és küldjék át nekünk a közösségihez Mezőtúrnak privát üzenetben. Azért szerettük volna, hogy privát üzenetben küldjék el, hogyha esetleg valaki nem szeret szerepelni a fotókon, nem nagyon akarja nyilvánosan megmutatni magát, így csak a lakatot kérjük el, hogy fotózza le, és ezek a beküldött fotókból fogunk majd sorsolni egyet, akik majd egy kisebb Valentin csomagot vehetnek át. Már érkeztek be fotók, úgyhogy bízunk benne, hogy még február 14-én még küldenek be jó néhány képet, és a délutáni órákban fogunk sorsolni majd közülük, és bízom abban, hogy ebből is hagyományt tudunk teremteni, illetve abban is, hogy az újabb lakatok fogják díszíteni ezt a szívet. Most az idei évben ismét kivilágítottuk, úgyhogy remélem majd elnyeri a tetszését, és természetesen, hogyha valaki önmagukat is megmutatná, akkor elküldhet egy olyan fotót is, ahol ők maguk is szerepelnek, de ugye hangsúlyozzuk, hogy ez nem kötelező, és akkor így a személyi jogokat sem fogjuk sérteni, illetve ezek a fotók nem kerülnek nyilvánosan feltöltésre, ez tulajdonképpen én fogom lehetni még az egyik admin kollégám, és akkor így abszolút megmarad a privát szféra a lakatoknak is. Milyen lakatokat vártok egyébként a beküldésre, mire kell odafigyelniük a játékosoknak, hát azoknak, akik szeretnének részt venni ebben a programban? Tulajdonképpen a lehetőség tárháza az maximálisan széles. Bármilyen lakatot rátehetnek. Nyilván, ha beküldik, akkor nekünk egy kicsit jobban megszólítja a mi szívünket is, de talán akik nézik ezt a szívet is, azok is jobban tudják kötni valakihez, hogyha egy monogramot akár elhelyeznek rajta. Ezt ugye bele tudják gravíroztatni, bele tudják vésni, bele tudják írni alkoholos filccel.
Érdemes az alkoholos filcek után visszatérni egy kicsit, mert már ugye láttuk, hogy a tavalyi évben kihelyezett lakatoknál meg van kopva az írás, de ugye lehet monogramot írni, dátumot írni, akár amikor összejöttek, akár most jelen dátumot, szóval igazából nincs bekategorizálva, lehet szívformájú lakat, hosszú szárú, rövid szárú, kisebb, nagyobb lakat. A lényeg az, hogy igazából az örök szerelmet lakatoljuk le, és azok, akik úgy gondolják, hogy most megtalálták a párjukat, akkor kívánjuk nekik, hogy ez egy örök életre maradjon így, és mutassák meg egy lakat formájában nekünk is. Gőzerőkkel zajlanak az úszóedzések az Invictus úszó és vízilabda SC-nél. Az elmúlt évről, az aktualitásokról és a jövőbeni tervekről Mohi Zoltán szakmai vezető nyilatkozott. Az Invictus úszó és vízilabda SC edzésén vagyunk jelenleg. Látszik, hogy keményen folyik a munka, több korosztály is edzít jelenleg egyszerre. Mit tudhatunk a tavalyi évről? Hogyan alakult, milyen eredményeket érdemes megemlítenünk? Tavalyi év gyakorlatilag a elvárásoknak megfelelően alakult. Minden indultunk az ifi és serdülő gyerek bajnokságokba. Egy régi tervünk, hogy a bébi és a legkisebb korosztályokba is tudjunk indítani csapatot. Minden évben a nyári toborzások után, úszásoktatások után nagyon szép számba vannak a gyerekek. Utána sajnos azért ugye szeptembertől, októbertől beszorulunk a fedett úszodába, és ott, ahogy mondtad, ott már azért elég szűkösen vagyunk, figyelni kell a lakosságra, másik úszószakosztályra, több korosztály van együtt, úszóedzés, vízilabdaedzés, úgyhogy nem egyszerű gyakorlatilag. Ami még nagyon fontos, hogy ott lólunk a nagykluboknak a nyomában. Most elmúlt hétvégén is a Szolnokkal és a Szentessel játszottunk, és mind a két mérkőzésen a 4-4 negyedből 3 negyed gyakorlatilag döntetlen volt, vagy akár egy picivel vezettünk. Sajnos mindig volt egy-egy negyed, ahol elfáradtunk, ahol többet hibáztunk, hogy ennyivel még ezek a csapatok azért előttünk járnak, de úgy gondolom, hogy ha így tudjuk folytatni, vagy tudjuk egy kicsit még növelni a szakmai munkát, hozzáállást, akkor rövid időn belül utol tudjuk érni legalábbis utánpótlás szinten ezeket a csapatokat. Hogyan néz ki nálatok egy heti edzés? Megosztjuk az erőinket. Ahogy említettem, szeptembertől május-júniusig itt vagyunk a fedetben, és itt azért elég szűkös a pályafelület, az edzés lehetőség, és a nagyobb gyerekek, illetve a nagyobb gyerekek gyakorlatilag már kinőtték vízilabda szempontjából ezt a medencét, és heti több alkalommal átjárunk Martfűre edzeni, és a kisebb korosztályunk, az úszók és a kisebb korosztályok vannak itt, így próbálunk nekik több edzés lehetőséget biztosítani. Gyakorlatilag minden nap vannak edzések, szárazföldi edzések, úgyhogy az összes létező percet próbáljuk kihasználni, és hétvégén szeptember végétől október elejétől beindulnak a bajnokságok, és utána majdnem minden hétvégén valamelyik korosztályunk versenyez egészen májusig. Milyen korosztályokkal foglalkoztok, illetve miért ajánlott ez a sportág? Szerintem az úszás előnyét nem kell igazán bemutatni senkinek. Ez az a sport, amit a megszületéstől kezdve a nyugdíjas korig mindenkinek ajánlott maga a víz közege miatt, ami egy nagyon kímélő, ízület barát sportág gyakorlatilag egy nagyon jó környezetben, itt mezőtúron is. Alapvetően ugye nagyon jó környezetben tudunk készülni, főleg a nyári időszakban, napsütésben, tehát egy abszolút tökéletes sportág mindenki számára. A korosztályok, ugye foglalkozunk oktatással, szerintem a mindenki által ismert Baukó Péter oktatja a gyerekeket, és rengeteg gyerekkel foglalkozunk, és utána tényleg a legkisebbtől az ifi korosztályig, illetve az egyesületnek vannak felnőtt csapatai, akik szintén mind a második ligába és a vízilabdába OB1B-nek hívják,
szereplünk, és hát elég komoly eredményeket értek el a felnőtt csapatok. Milyen jövőjük, lehetőségeik vannak azoknak, akik sok-sok éven keresztül tagjai az egyesületnek? A felnőtt csapatokat pont azért indítottuk, hogy akik az utánpótlásból kiöregednek, nekik is, és itt szeretnének maradni, nem tanulnak tovább, itt maradnak akár az egyesület kötelékébe, vagy mezőtúron, vagy a környéken, itt dolgoznak, vagy itt tanulnak, akkor meglegyen a sportolással folytatási lehetőség. Nagyon fontos, ugye beszéltünk kiemelni, és beszéltünk az úszoda helyzetről, hogy nem tudom, hogy maga a mezőtúl lakossága mennyire tudja, de most már egy 2 éve jóváhagyott úszoda fejlesztési programmal rendelkezünk, amit a Vízilabda Szövetség jóváhagyott, és gyakorlatilag ott állunk, hogy rövidesen, reményeim szerint rövidesen néhány héten belül, vagy 1-2 hónapon belül elkezdődnek a gyakorlati kivitelezési munkák, és első ütemben egy nyitott 33x25-ös medence épülne meg a hozzávaló gépészettel, illetve szociális blokkal. Igazán a közbeszerzés eljáráson dolgozunk, a szövetségtől az engedélyek megvannak, és ez egy nagyságrendileg egy 500 milliós beruházás lenne, aminek a több mint a fele már pénzösszegben már rendelkezésre áll, és aláírt szerződésekkel vagyunk a maradék összegre is. Úgyhogy bízom benne, hogy egy szűk 2 éven belül mezőtúr lakossága gyarapodik egyelőre egy kültéri merencével, amit terveink szerint szeretnénk egy második ütembe befedni, egy acélszerkezetes fedéssel, és akkor a modern kor követelményeinek megfelelő nyári fedett uszoda lenne, és akkor már megszűnnének ezek a problémák, hogy a lakossági úszás, a gyerekeknek az úszásoktatások, ezek hogy férnek meg egymás mellett. Mi készen állunk, gyakorlatilag a városra várunk még egy határozat, a több tárgyalás volt már, ugyan van egy jóvágyott közülési határozatunk, igazán gyakorlatilag a városnak nem kerül egy fillérjébe se. Az egyesület készítette el a terveket, vállalta a jogszabályoknak megfelelően a kivitelezést, és a üzemeltetést is gyakorlatilag eddig legalábbis az egyesület fogja végezni, úgyhogy paripaló fegyver készen van, úgyhogy bízunk benne, hogy rövidesen indul ez a beruházás. Hogyan készültek a közelgő megméretetésekre, milyen célokat tűztetek ki magatoknak a 2023-as évre? Szeretnénk, a legfontosabb cél, amit már az előbb említettem, hogy a legkisebb korosztályokba is tudjunk indítani csapatot, úgyhogy 5 utánpótlás csapatot szeretnénk indítani jövőre, és a felnőtt csapatokat megtartani. Meglátjuk, hogy ezt finanszírozás szinten többek között hogy bírjuk. Ez az egyik legfontosabb cél, illetve megpróbálunk minél több edzőmérkőzést játszani jó csapatokkal. Most is gyakorlatilag 2 hét múlva egy svájci csapat jön, velük fogunk egész héten 2 kapuzni, és a rengeteg játék lehetőség azért húzza föl a gyerekeknek a tudás szintjét, amellett, hogy egy jó élményt nyújt nekik. Úgyhogy szeretnék felzárkozni a legjobbakra, több csapatot indítani, népszerűsíteni a sportágat, és azért a kiemelt cél még mindig, amit az előbb mondtam, a maga az infrastruktúrális beruházásunk. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!